természetesen felháborodva mondta, hogy hát oroszlán, hát ne köze a kolyki pincészetnek az oroszlán, azt mondom, akkor mi? Ugye gepárt, ja? Mondom, az már felsőlegikus, és hát az őshonos ott a pince körül. Persze a fiatalok, mint ahogy a hölgy is mondta, hogy ez mikrohullámú sütő, ami ez ránézve pozitív, mert akkor ezek szerintem nem ismerte ezt a tévét. És mikor így kérdezem Gézát, mégis mit mondjak, hogy ha kérdezik a vendégek, hogy mit akar ezt jelenteni, akkor ennyivel lehet, hogy nem kell mindenben a magyarázatot keresni. Volt a kisfüzet, ez hozzátartozik, hogy van benne mindenféle írás, érdemes ezt elolvasni, amit van ebben, és a szövegeket nem én írom. Volt egy borfesztivál, egy 4 évvel ezelőttig azt hittem, hogy minden, ha nem én állok a borfesztivál mögött, az összes borfesztiválon a pult mögött, akkor az úgy teljesen hiteltelen, hát azért el lehet tudni, de azelőtt tényleg ott álltam és napokig nyomtam. És hát egyik alkalommal jött egy hölgy a pulthoz és a kis házhoz éppen, és hát elkezdett járat, azért fantasztikus, hogy milyen borokat készítek, és a kis füzetekben a szövegek azok óriásig, hogy ezt ő eltére jár, és tanulni, tanítani kellene. És hát most mondtam, hogy hát a borokat ugyan én készítem, de a szövegeket nem én írom, a teljes kiábrándultság, megfordult és ott hagyott. Azóta meggondolom, hogy mikor mondom, meg mikor nem, hogy De az Ipas Géza írja a szövegeket, és ő találja ki a címkéket. Azt gondolom, hogy ez egy más szakma, ezt én készítem a borokat, ő megtervezi a címkéket. Egy nagyon kreatív figura, tényleg olyan, hogy érdemben nem csak akkor beszélgetek vele, amikor címkét vagy éppen kis füzetet ír, hanem sok mindenben kikérem a véleményét, és mondta, hogy most menedzser szűrésem volt, ezt épp tegnap mesélte. És hogy a hölgy ismerte őt, hát ő a Egerváros polgármesterének marketing tanácsadója, Szekszárdi Tokajból marketing stratégiát írta meg amellett nagyon sok pesti étteremnek a kreatívja, a Spillernek, a Pest Budának, az Éjsnek, a Kempinski-nek, tehát nagyon sokrétű, nagyon sok sörös címkét tervez a Kopra-nak, nem tudom, hogy kell mondani. És tegnap volt menedzser szűrésen, és akkor kérdezte, hogy be kellett írni, hogy milyen iskolát végzett, és akkor kérdezte, hogy valami képzőművészeti egyetemben? Nem, attól azért szerényem, és hát így végig kérdezte az összeset, tehát 8 általánosa van, tehát elég sokáig kellett kérdezgetnie, de mellett mégis ilyen kreatív, meg ilyen